kell lehetni. Sziasztok! Visszautalva itt az előző előadásra. Egy éve volt egy borzalmas crowdfunding kampányunk. Mi azt hiszem, már nem is emlékszem, azt hiszem 25 ezeret akartunk, 25 ezer dollárt szerezni, és ilyen nagyon-nagyon szarul sikerült, viszont annyit tanultunk belőle, hogy 2 hónap múlva sikerült 270 ezeret szerezni egy befektetőtől, úgyhogy innen induljuk a sztorival. Úgyhogy hajrá, tök jó sztori egyébként, mert úgy mész a befektetőhöz, hogy én már egyszer elcsesztem, úgyhogy tök nagy esélyem, hogy nem fogom még egyszer. Úgyhogy kezdjük azzal, hogy vannak ugye technológiai skillekkel rendelkező emberek a világon, itt talán majdnem mindenki. Mi az, amit szoktunk csinálni? Ugye szoktunk weekend projekteket keresni, szoktunk, nem tudom, sorrendet, szoktunk ugye együtt dolgozni, leginkább ugye open source projekteken, szoktunk kipróbálni új technológiákat hétvégén, vagy akár a melóban is ugye, és még amit is szoktunk emellett keresni, hogy ugye már csináljunk akkor valami jót is ezzel az egész hobbinkkal, ami a munkánk, vagy a munkánkkal, ami a hobbink. Van egy másik oldal az egésznek, ami a non-profit világ. Most így ugrunk egyet a világ másik oldalára, és nem is feltétlenül a non-profit cégekre gondolok, hanem akár egy nagyon-nagyon sok olyan ember, akinek nincsenek technológiai skilljei, viszont vannak nagyon jó ötleteik. Vannak olyan ötleteik, amikkel tényleg valamiféle issút meg akarnak oldani a világban, viszont az elég sokszor rájönnek, hogy a fenébe kéne valami IT-tudás, mert hogy össze kéne rakni egy honlapot, hogy elmondjam a sztorimat, lehet, hogy kéne egy mobilap, hogy eljussak az emberkékhez, lehet, hogy bármi, tehát vagy kéne egy CRM alkalmazás, hogy tudjak működni, és nem tudok működni. És ugye a legszarabb az egész az, hogy ugye két pólus létezik. Az egyik az, aki ennek ennyire csinálja, de nem igazán sikeres. Mondjuk elmész egy non-profitnak a honlapjára, és ugye ha nem kínai honlapokhoz szoktál, akkor azért van egy ilyen elég magas elvárásom már a honlapokkal szemben. Egy non-profit honlapja nagy eséllyel elég szarul néz ki, te beazonosítod azzal, hogy akkor ő is szar, az is szar, amit ő csinál. A másik vélet az, aki feladja, és azt mondja, hát nincs meg a skillem, jó volt az ötlet, lehet, hogy meg tudnék oldani vele egy problémát, de hagyjuk az egészet a fenébe. És ez a két dolog már, ugye megtalálni azokat a projekteket IT-sként, ahol mindezt megkapod, non-profitként vagy non-profitos ötleteként megtalálni a segítséget, már ezek is nagy kihívások. És hát még a kettőt össze akarjuk rakni, ugye ez a két világ elég ritkán találkozik egymással. És így jött az ötletünk, hogy itt van valami, amit kitalálhatnánk, hogy ezt így akár globálisan jobbá tegyük. És egyébként a Hashtag Charity nevű startupról beszélek. És mi elkezdtünk ezen dolgozni kb. Egy éve, volt egy elég szarú sikerült kampányunk, aztán pedig volt egy tök jó sikerült pitchünk, amivel szereztünk el egy csomó lóvét. Mi az, amit szeretünk volna ugye megoldani? Egyrészt szeretünk volna csinálni egy olyan helyet a weben, ahova bármelyik non-profit, legyen az cég, legyen az tényleg az utcaembere, el tud menni, pitchelni tudja az ötletét, és elmondja, hogy hát nekem ilyen skillekre van szükségem, hogy ezt, amit én csinálok egyébként, legyen az rákutatástól kezdve gyerekeknek a életének jobb áttétele, vagy éppen Afrikában valami a fielden, azt az ötletét tudja pitchelni, és ugye a másik oldal pedig az IT-sbora tudnak menni, és tudnak válogatni az ötletekből. Hát azt mondtuk, hogy ezt annyira azért nem nehéz összerakni, úgyhogy elindultunk ezen a vonalon, tehát amikor a prototípuson kezdtünk el dolgozni, akkor valahol eddig láttunk. És akkor közben jött egy csomó jó ötletünk, amivel úgy gondoltuk, hogy ugye mi kicsit beálltunk a két dolog közé, tehát az IT meg a non-profit közé, és láttunk már ilyen embereket, akik beálltak a kettő közé, viszont általában ők a non-profit világból jöttek. És ezért a technológiát igen-igen gyéren használták. Mi ugye a tech világból jöttünk, és ezért azt gondoltuk, hogy hát akkor használjuk is a technológiát, amihez értünk. Úgyhogy ugye mindenki elfoglalt. Az, hogy itt ilyen sok ember van, az tök érdekes, mert hogy ráértek. De alapvetően nagyon elfoglaltak vagyunk. Egyre kevesebb az idő, hogy valami jót is tegyünk a meló, a hobbi vagy bármi mellett.
Úgyhogy fontosnak tartottuk, hogy ha már rászárod magad, hogy segítesz valakinek, akkor szerettünk volna, hogy te találd meg azt a projektet, azt a non-profitot, ahol te a leginkább hatékony lehetsz. Ugye ehhez kidolgoztunk egy ilyen smart match algoritmust, ami gyakorlatilag megnézi, hogy milyen skilljeid vannak, azok milyen projektekhez passzolnak, megnézi téged, mi érdekel, megnézi azt, hogy esetleg hol laksz, illetve azt is megnézi, hogy mondjuk milyen kapcsolati hálód van, és az egészet egy algoritmusra beraktuk, és gyakorlatilag egy ilyen recommendation engine-t írtunk, ami segít az IT-soknak megtalálni azt a projektet, ahol ő, neki úgy hívjuk, potential impactja a legnagyobb lehet. És akkor feltetődik a kérdés, hogy tök jó, ide jön a két világból egy csomó emberke, 0 perc a hátra, és elég az, hogy bemutatjuk egymásokat. Téged bemutatlak egy non-profitnak, ami érdekel és szereted, még azért lesznek kihívások valószínűleg az életetekbe. Úgyhogy azt mondtuk, hogy ez szerintünk nem elég, és szeretnénk még inkább ezeket a projekteket támogatni, úgyhogy elkezdtünk egy collaboration platformot fejleszteni az egész megoldás mögé, és egy pár dolgot bevágtam. Ugye van nagyon sok kollaborációs segítő alkalmazás meg cég, úgyhogy nem feltétlenül akartuk még kitalálni az egész ökoszisztémát újra, de azért úgy gondoltuk, hogy valamit mi megjönünk, valamit pedig újra használunk másoktól. Mi az, amit csináltunk? Adunk minden projekt mögé egy ilyen Kanban boardot, vagy bármilyen boardot, hívhatjuk bármilyen boardnak. Ez segít, hogy a non-profitoknak az IT-sokkal együttműködni. Adunk hozzá még néhány, tudják a milestone-jainkat kezelni, linkeket megosztani, van egy Dropbox alapú file sharing mögötte, van egy GitHub integráció, tehát látod, hogy mi történik a projektbe, és van egy Slack integráció, tehát megteremtettünk egy olyan helyet az interneten, ahova egy non-profitos el tud jönni, találkozni egy csomó jó IT-ssal, és gyakorlatilag erre az egy helyre kell jönni, és együtt tudnak működni, tudnak beszélgetni, tudnak haladni. Három hónapot dolgoztunk a befektetés után dolgoztunk 2 hónapot a ZRT létrehozásán, úgyhogy ez itthon sem olyan könnyű művelet, és utána 3 hónapot dolgoztunk a platformon, egyébként 2,5 hete vagy 3 hete jöttünk ki, és azóta már több mint 50 szervezet a világ minden tájra csatlakozott hozzánk, van már 60 projektünk, és a projekteknek azt hiszem már több mint 60%-a az már fel van staffolva és dolgoznak rajta. Többek között budapesti kiváló IT prósok, akik szeretnének valami jót is tenni. Úgyhogy nagyon gyorsan ennyi volt a sztoring. Én csak arra biztatnálok benneteket, hogy gyertek, nézzétek meg, és hogyha szeretnétek valami tök jó dolgot csinálni a nagyon-nagyon ritka IT skilljeitekkel, akkor itt megtaláljátok. Kérdések? Parancsolj. Nem tudom, hogy meg lehet-e nézni az oldalt itt, de kb. Mekkora projekteket kell elképzelni? Hacket annól össze lehet rakni valami értelmes? Megnézheted. Reméljük meg. Ugye itt mondhatok volna azt az elején, hogy igen, hozz ide bármilyen projektet, de azért tudni kell a cégünkről, hogy kb. Olyan 40%-a a staffnak, az azért az üzleti, tehát a business development-en és a non-profitokkal foglalkozik, mert azért fontosnak találtuk azt, hogy azért ezt a két világot ütközhetik el egymással. Úgyhogy mi ez egyébként miközben fejlesztettük a platformot, felmértük azt, hogy mire van szükség, és alapvetően azt mondtuk, hogy az elején olyan projekteket szeretnénk a platformon, ami olyan 1-3 hónap alatt néhány órás heti befektetéssel megoldható. Tehát nagyon sok ilyen webes fejlesztés van néhány, ami ilyen dizájnos, ilyen infografika, amivel gyakorlatilag a non-profitok el tudják mondani a történetüket, és van néhány komolyabb, akár CRM vagy mobil alkalmazás is. De most nekünk még célunk volt az, hogy ne kezdjünk bele most az elején egy egyéves projektbe, mert azért azt gondoljuk, hogy nekünk IT-soknak is a közösségben, meg ugye a non-profitoknak is ez egy új világ, az, hogy találkoznak, és szükség van arra, hogy hamar kapjanak lehetőleg pozitív feedbacket az egészről. Parancsolj. Nem tudom, hogy ez egy passzív-agresszív kérdés volt, de az volt a kérdés, hogy ha jól értem, akkor freelancereket nem. Hát akár ezt is, tehát ugye itt az a lényeg, hogy mi megteremtjük annak a lehetőségét, hogyha te a szabadidődben a közösségnek szeretnél valamit visszaadni abból, ami neked van,
akkor ezt itt nagyon hatékonyan, nagyon egyszerűen meg tud tenni. És mondjuk ne kelljen nagyon-nagyon sok energiát abba belefektetni, hogy te segíthess. Van egy példám, ami általában szokott működni, hogy ha mondjuk itt sétálsz az utcán, és belebotlasz egy hajléktalanba, megvan az esélye, hogy segítesz neki, azt neki egy százast. Ha az utca másik oldalon látsz egy hajléktalant, 100%, hogy mész tovább, eszedben jut átmenni és adni neki egy százast. Tehát mi ezt akartuk, hogy egy IT-snak ne kelljen átmenni az utca másik oldalára, megkeresni a hajléktalant, stb., hanem szembe jön a lehetőség, és neked tényleg csak egy pár órát kell beledobni akár egy héten, ha van hozzá kedved. És az a másik oldal egy iszonyat nagy segítség. Egyébként ilyen, tényleg olyan sztorikat lehet látni, hogy két-három IT-s összeáll, és egy olyan szervezetnek egyébként, aki ilyen több száz millió dolláros budgettel Afrikában, meg most a földrengésű területeken ott van, olyan örömet tud okozni, hogy ez hihetetlen. És egyébként ez nem csak, tehát ez nem az, hogy spórolni kell, hanem a kisebb szervezeteknek, meg például vannak ezek a 4-5 fős kis non-profitok, nekik ez ilyen lételemük. Tehát, hogy nekik egyszerűen nincs meg az a keret, amivel három IT-t is tudnak foglalkoztatni. Itt egy tipikus projekt, majd olvassátok el. Ők éppen ha jól látom, ez a PDF feldolgozót szeretnének, mert ugye van egy csomó olyan non-profit, ami nem éppen beteg gyerekekkel, hanem adatfeldolgozással és ezeknek az adatoknak az elérhetőségével foglalkozik, és ők nem érhetek meg egyébként annyira, hogy most elkezdenek googlozni, és lehet, hogy találnak GitHub-on valami megoldást, amit majd beépítenek magukhoz, hanem azt mondják, hogy hát basszus, nekünk ez van, egyébként 50 ember itt van és csinálná, de nagyon nehéz, mi lenne, hogyha valaki segítene, és ezt hiszem nektek is fel is tűnt, hogy talán tudtok nekik segíteni. Van-e még kérdés? Oh, hi! Hello! Király, mintha a szüleim, tehát ez a tipikus szülő kérdés, hogy jó van fiam, bazdmeg, de ez azért nem, mi ez, hát ez fasság. Ugye egyrészt azért megvan az a kicsit kényelmesebb helyzetünk, vagy meg volt, hogy azért volt egy cash flow-unk, tehát hogy van a bankba pénzünk, amit még most tudunk használni. Nem az a célunk az első mondjuk két hónapban, hogy a business modellünk az így kijöjjön. Tehát ugye mi váratunk volna még, hogy majd kijövünk akkor, amikor a business modellünk kész, és ez egy profitábilis dolog lehet. Egyébként mi for profit business vagyunk, tehát mi nem non-profitok vagyunk. Azért akartunk kijönni, hogy ugye nagyon gyorsan tanuljunk, de minden nap release-elünk valamit azóta is, hogy kijöttünk, tehát az, hogy a Slack-et hogyan integráltuk be, hát amikor kijöttünk, nem tudom, akkor még nem is volt ez ötlet sem, hogy Slack legyen belőle, hanem elkezdtünk saját chat szervert írni, de aztán jött az, hogy hát csomó pénzt kap a Slack, úgy csinálja meg ő. Tehát az első két hónapban inkább arra koncentrálnánk, hogy tanuljunk, és egyre jobb legyen a platform. A másik része az, hogy business modellre igen, vannak ötleteink, megosztok egyet, mert ezt hamarosan elkezdjük tesztelni. Ugye van nagyon sok, azt hiszem Amerikában 600 milliárd dollár a CSR-os budget a cégeknek, amit általában arra költenek, hogy elutalják a lóvét, vagy ilyen próbálnak valamiféle volunteering programokat szervezni, és gyakorlatilag nincsen olyan platform, ami technológiai cégeknek nyújt erre lehetőséget. Tehát teszem azt, oda megyünk például Microsofttal, most már elkezdtünk beszélgetni erről, a kinti Microsofttal, hogy kúra sok projekt, valamit támogatunk, ugye ő lettek a number one ilyen CSR cég a világon, és még nekünk sincs egy olyan platformuk, ami azt mondják, hogy ilyen plug and play, ömlenek be a non-profit ötletek, neki csak tényleg a tech skill-t kell belerakni, tehát ez egy elég könnyen validálható és elég kézenfekvő cél lehet, nem tudom, eltűntél. Jó, de van még egy pár, azt gondolom, hogy az, ami működni fog, vagy amit az elsőre rá fogunk jönni, hogy nem működik. Tessék? Péter a bannerek. Igen. Kínai bannereket fogunk. Edwards. Parancsolj. Nekem az lenne a kérdésük, hogy most még, hogy kicsik vagyunk, így ez nyilván viszonylag könnyű validálni magunkat ezeket a
cégeket, akiknek segítségre van szüksége, de hogy gondolkoztatok-e abban, hogy mi lesz, hogyha így járt az ember ugyanilyen ezek, és így lesz-e validálás mögöttük, hogy nem használják ki a tudományos. Igen, tehát ugye ez már most, tehát az mindenképpen minden projekt és non-profit, ami felkerül hozzánk, az előtte egy ilyen staff review-n átfut, tehát nem lehet csak úgy kerülni, hanem nekünk ezt próbálnunk kell. Tehát ez fontos volt, hogy te ne azon gondolk, hogy most jó ez a cég, hanem te csak add a skilledet, és biztos, hogy jó helyre kerül. Nincsen még meg egy ilyen checklistünk, hogy oké, hogyha ezt a 8 dolgot csinálod, akkor egy jó gyerek vagy, és a te projekt egy jó, dolgozunk ezen a checklisten, de egyébként bízunk a community-ben. Tehát nagyon sok olyan dolog van, ami egyszerűen a community így kirázza ezt magából, ami nem odavaló. De azért egy szeretnénk ezt, tehát ami átcsúszik, azt úgy gondolom, hogy majd a community kirázza magából, de azért tervezzük, hogy ezek a helyén legyenek. Van-e még esetleg kérés? Király, köszönöm szépen!